egy nagyon hasonló, ami így öröködött lányról lányra, és hát ezt így most megláttam kint a leheltéri piacon, és te jutott el eszembe róla, meg az anyám. Ami egy nagyon furcsa párhuzam, és ezért hogy akkor fogadj el különöm. Nagyon szépen köszönöm. Költegyemet? Mindenképpen köszönöm. Biztos hordani, hordani fogod? Persze. Egy szó? Megmondanál velem? De. Persze, hogy meg. Jó. Fölteszem. Te tényleg 990 forint volt másodikra. Csak ne gyere zavarba. Várjál. Segítsek. Nem, megvan, megvan. És ott tök jó, mert pont jó helyvelók. És mit kell tudni anyukádról? Semmi különöset. De jó fej? Persze, hogy jó fej. Mint te? Igen. Kérsz kaviárt? Aha. Szeretem. Igen? Ajaj. És ezt a fajtát is? Igen. Különösen ezt a fajtát. Először te. Szintonyás vagyok. Mert hogy ezt így eszik. Ah, igen. De semmi, nekem is kenyert kereszt. Erre. Pászka. Pászkára. Csak egy kicsit, hogy megkóstol. Ez ilyen zsidó cucc, nem? Ez egy indiai különlegesség, amit szeretnék neked. De nem esznek húst? Nem, egyáltalán nem. De olyan, hogy. De nagyon kevés húst teszünk meg, például ezt. Ez egy indiai különlegesség. Különösen szerezett húst. Azt, hogy ha megkönnyítettek, azt, hogy már nem szabad korábban.